Tavaly lényegében elmaradt a hagyományos influenza szezon. A koronavírus járvány közepette hortuk a maszkot, közösségben nem nagyon járhattunk, és több más szigorítás is érvényben volt. Ez mind kellett ahhoz, hogy az influenza ne terjedjen. Idén már várhatóan nem ússzuk meg a járványt, bár ez attól is függ, milyen korlátozások lesznek érvényben. Ha nem lesznek ilyenek, akár súlyos is lehet a járvány. Az immunrendszerünk ugyanis az elmúlt időszakban meggyengülhetett, erről beszélt Kiscsaba házi orvos közéleti műsorunkban nagyon sokáig nem voltunk közösségben. Meg, volt meg volt a, távolságtartás, a maszk használat. Az embereknek az immunrendszere nem annyira van ugye felpörögve, mert nem voltunk úgy közösségben, nem nagyon találkoztunk ezekkel a, a, vírusokkal. A gyerekeknél meg egyébként is ez egy, ez egy természetes dolog, hogy, hogy, ugye az egyik vírusos fertőzésből meggyógyulnak, kialakul valamennyi immunitás ellene, aztán jön a következő, a harmadik, stb. De most ugye ez nagyon sokáig, nagyon sokáig kimaradt, ezért most találkoznak nagyon sokféle vírussal Erőször, és ez mind, mind újabb meg újabb fertőzéseket generál náluk. A szeptemberi iskola kezdés óta meg is nőtt a felső légúti betegséggel küzdők száma a gyermekek és a felnőttek körében is. Az influenza elleni oltás után a házi orvos tapasztalatai alapján egyelőre nem kapkodnak. Ennek oltóanyagát egyébként évről évre változtatják több szempont alapján. Az epidemiológusok monitorozzák azt, hogy milyen influenza törzsek okoznak a világ különböző részén fertőzéseket, és ebből lehet következtetni arra, hogy nálunk mely törzsek lesznek azok, amik valószínűleg nagyobb járványt fognak okozni, és ezeket a törzseket teszik bele az az évi ö, oltóanyagba. Nálunk ugye egy nagyon jó minőségű három komponensű magyar gyártmányú vakcina van, ö, ami vélhetően jó védelmet fog nyújtani. Sokan azért bizonytalanok az influenza oltás beadatásával kapcsolatban, mert nemrég kapták meg a COVID elleni vakcinát. A szakember szerint ugyanakkor nem csökkentik egymás hatásosságát, sőt még keresztvédelem is kialakulhat. Ha nem egy időben kapják meg a két különböző oltást, legalább négy hétnek el kell telnie köztük. Kis Csaba szerint a felfutóban lévő negyedik hullám miatt most fontosabb a koronavírus elleni vakcina felvétele, egyre többen is regisztrálnak a harmadik oltásra. Akármelyik vakcina beadatása előtt állunk, érdemes előbb beszélni a kezelő orvosunkkal. Van ugyanis jelentősége például az életkornak, az alapbetegségeknek, illetve annak, hogy mikor kaptuk meg a legutóbbi COVID elleni oltást.